Látom. Kell egy táska. Nem tudtam szólni, mert eltűntél. Miért vagy itt kiöltözve? Hova mész? Vacsorázni a barátaimmal. Milyen barátokkal? Neked itt nincsenek barátaid. Clark barátaival megyek. És jobb, ha nem szólsz egy szót sem. Eszembe sincs, hogy apáca módjára éljek, míg te halára szórakozod magad. De ha nem csinálsz semmit, akkor éhen halunk. Sajnálom, öcsi. Egy jó állás kellene. Megkérdezem Lupét, nem tud-e valami munkát? Bemehetek? Vele voltál a rendőrségen? Ah, jöjjön be, nyitva. Jó estét. Csak meg akartam nézni, jól vannak-e. Hello. Van munkám. Oh, hol és hogy, hogy ilyen gyorsan ment? A Stockdale családnál dolgozom. Ó, oh, na hát, irigylem magát. Nekem nem lenne ott valami? Hé, hey, segítsek. A nagyfőnök a barátom. Megígérem, hogy magának is szerzek egy jó állást. Menjünk haza! Kérlek, Louis, még olyan korán van. De nekem reggel korán dolgoznom kell. Legközelebb tovább maradunk. Jó? Hé, hey, hogy fogsz te így vezetni? Nem tudom. Jobb lesz, ha én vezetek. Boldogulsz? Igen, te tanítottál. Kérem a kulcsokat. Köszönjük. Indulj, te stressz gazán. Vagyok ezekért a kocsikért. Vezetni is Isten ilyen vezetett. Nem is láttam még senkit, akinek ilyen tehetsége lett volna az autó vezetéshez, mint neked. Igen. Igen. Miért jöttünk el ilyen korán a bárból? Hát kezdtem már unni magam egy kicsit, habár általában szeretek erre a helyre Nekem járni. Nagyon tetszett. Tényleg? Mondd csak, Louise, mióta dolgozol a Stockdale családnak? Hát... Ne, vigyázz! Jézus Mária! Louise! Ó, Istenem! Úristen! Meghalt! Jézusom, tényleg meghalt, Louise! Igen, meghalt, ülj már át! Úristen, mi lesz, ha kiderül? Mi lesz velem? Úristen! A kocsit rendbe tudom hozatni. Lassabban! Ajajajajajaj! Thank you.
Hey! Hey! Jól van? Biztos csak elaludt. Próbálj megnyugodni, nem lesz semmi baj. Gyere. De hát hogy mondhatsz ilyet? Megöltem egy embert. Nem látott minket senki. Senki sem tud róla. Én elintézek mindent. Gracias, señores. Nincs mit. Sikerült? Istenem, minden rendben. Megcsináltuk. És Marnie? Marnie nagyon meg van rémülve és kiborult. Mit mondtál neki? Csak azt, hogy a holttestet el fogom tüntetni. Aztán, ha elmondod Rachelnek, nézzen úgy ki, mintha én Marnie mellett állnék. Miért? Mert kedvelem Marnit. Nem szeretném elveszíteni. Nekem kell az a lány. Ennyit igazán megtehetnél. Jól van. Rendben. Miért kerestél? Csak látni akartalak. Hogy vagy? Kerülsz engem valamiért? Mit gondolsz? Féltékeny vagy, Victoria? Nem. Akkor mi van? Mi a baj? Pontosan tudod, hogy mi a baj, Tony. Nem, nem tudom, mi a probléma. Ezért akartam beszélni veled. Halljam. Ne beszéljünk róla, mert csak dühös leszel. Nem, nem leszek mérges. Megígérem. Victoria, szeretlek, és nem akarok veszekedni veled. Nevetséges ez a helyzet, nem? Már megmondtam neked, Tony. Szerintem rosszul ítéled meg Rachelt. Nem értem, hogy tudsz hinni neki. Victoria, Rachel tisztességes nő. Hogy mondhatsz ilyet? Hidd el, hogy az. Megértem, hogy te Max mellett állsz, mert ő a fiad. De a szeretet néha elfogulttá tesz. Tony, mindhárom gyermekemet egyformán szeretem. Szeretném azt hinni, hogy ismerem a jó és a rossz tulajdonságaikat, és tudom, hogy Max néha kiállhatatlan, agresszív és durva, de arra igazán nem képes, amivel Rachel vádolja, ilyesmit nem képes megtenni. Victoria. Hogy tudod elhinni, amit Rachel mond? Úgy került ebbe a házba, hogy azt hazudta a feleséged. Ha valaki valóban meg akar ölni, csak Rachel lehet az.
Nem is értem, hogy kezelheted úgy, mintha a feleséged lenne. Szerintem tényleg elment az eszem. Dehogy ment el az eszem, Victoria. Tudom, mit csinálok. Ezek szerint elhiszed azt, amit Maxről állít? Igen. Elhiszem. Várj, Victoria. Kérlek, mindig is megbíztál bennem. Bízz meg most is. Akkor el kellene hinnem, hogy a fiam gyilkos. Ezt ne kérd tőlem. Igen, most indulok, kicsim. Megtennél nekem valamit? Persze. Szeretném, ha kedves lennél Viktóriával. Nem utasd, hogy neheztelsz rá. A te kedvedért megteszem. Jól van. Nem tudsz szembenézni azzal a ténnyel, hogy a fia egy gyilkos. Tudom, és megértem. Neki teljesen logikus, hogy én hazudok, és nem Max. Jobb is, ha nem tudja meg az igazat. Szeretném, ha sose tudná meg, mi történt, mert ha megtudja, akkor nagyon fájna neki. Így van. Ebédnél találkozunk, jó? Igen. Szia. Szia! Jó reggelt! Mi van veled, Marni? Nem tudtam aludni. Miért? Mikor jöttél haza? Nem tudom. Korán. 11 körül. Marni! Hova mész, Marni? Hozzád beszélek! El kellett volna jönnöd. Edi olyan helyes és rendes kislány. És az öccse is nagyon kedves. Daniel és én nem kedveltük egymást túlságosan, de összebarátkoztunk. Úgy sajnálom azt a gyereket. Egész nap csak ül azon a széken. Mi baja? Paralízis? Nem tudom, nem akartam megkérdezni. Martin, lehet, hogy mégis mennem kellett volna. De nem akartam zűrt csinálni. Milyen zűrt? Kimozdulnod azért csak lehet. Megígértem Annie-nek, hogy majd kerítek neki munkát. Csak nem lukták ki a bárból. Ne, és nagyon el van keseredve. Nem lesz mit ennie, ha nem dolgozik. Hol akarsz neki munkát találni? Hát itt. Majd holnap megyek és beszélek a főnökkel. Talán fölfogadja őt szoba a lánynak. Mit gondolsz? Nem, Martin. Nem fogják ide venni. Tudják, milyen helyen dolgozott. Hogy képzeled, hogy munkát kapna ebben a házban? Majd kitalálunk valamit. Ugyan. Martin, én nem tudok segíteni. Nem. Sajnálom, de nem tehetek semmit. Rám ne számíts! Hogy tudod ezt megtenni vele? Amikor mi voltunk rászúrolva ott a bárban, ő segített nekünk. Te meg elfelejted, hogy azért nincs most állása, mert mellénk állt, melléd és mellém. Nem, mi tehetünk róla? Igen. Bejöhetek? Persze, gyere csak. Mi történt? Nem történt semmi, nem kell aggódnod. Aki? Dehogy. Nem írt róla az újság? Talán majd a holnapi, vagy a holnap utáni fog. A hullát gondosan elrejtettem, úgyhogy... Biztos vagy benne, hogy meghalt Louise?
apám még él, csak súlyosan megsebesült. Biztos, hogy meghalt. Egyszerű baleset volt. Az a pasas be volt rúgva. Istenem! Olyan borzalmas! Figyelj rám, szépségem. Nem szabad emésztened magad miatta. Szia. Nem mondta Frank, hogy mikor jön vissza? Nem mondta, hova megy. Hogy hívnak, he? Elizabeth, és téged? Bill. Szervusz, Bill. Kérsz valamit inni? Egészségedre. Egy pillanat. Hamar ideértél. Megkaptam az üzeneted, és azonnal jöttem. Kösz. Andale, ni navete, vamos hablar. Pár nappal ezelőtt verekedés volt a klubban. Mr. Stockdale apósa is belekeveredett. Igen, hallottam róla. Nem akart fizetni, vagy valami ilyesmi. Állítólag ellopták a pénzét. És ez igaz? Honnan tudjam? Ne verj át, Bill. Benne voltál te is? Nem is voltam ott. Nem az ellopott pénz érdekel. Lenne számodra egy bizalmas természetű munka. Nagyon fontos az, hogy Mr. Svensson nehogy felismerjen téged. Felfog? Kizárt. Rendben. Bérelj egy lakást. Azonnal költözd is be, világos? David Largeman néven kell bejelentkezned. Azt mondod, San Franciscóból jöttél. Megértetted? Beszéltél Judyval? Igen. Nem tud munkát. Esetleg Martin szerez majd valamit. Hogy ne szerezne? Szobalány lesz belőled a Stockdale családnál. Ne álmodozz. Referencia nélkül nem vesznek fel senkit. Martin nem elég referencia, elvégre a főnök barátja. El is hiszed? Miért ne hinném? A főnök apósával ivott. Meg kéne látogatnom. Kit? Martint? Nem, a barátját. Olyan kedves volt velem. Mit gondolsz? Miért ne? Nem vesztesz semmit, ha megteszed. Ezért szeretlek annyira. Mindig egyet értesz velem. Nem mindig. Nem akartam, hogy a bárba menj dolgozni. Nem voltam ott sokáig, és talán a jó Isten akarta, hogy kirúgjanak. Isteni beavatkozás. Igen. Hey, Gigi, azt szeretném kérdezni. Hogy szólított engem? Gigi-nek jó pofa beszélni. A nevem James. Hívjon így. Ha akarja. Tudja, eszembe jutott, hogy talán szüksége van itt a házban egy szobalányra. Nincs. Figyeljen, van egy unokahúgom, egy helyes, rendes kislány. Már megmondtam, hogy nem. Úgy meg különösen nem, ha a maga rokona. Miért? Azért, mert maga lusta, és semmire sem jó. Este engedély nélkül elhagyta a házat. Azt hiszi, nem jelentették nekem. Miért veti a szememre? Esténként elmehetek, ha akarok, nem igaz? Mit képzel, rabszolga vagyok? Tudja, a maga munkaideje ebben a házban napi 24 óra, kivéve akkor, amikor szabadnapos. Megértette? Igen. Na. Ha! Még egy cipőt se tud kipucolni. Sikerült, Frank? Mesélj! Megvan az ember. Igen! Épp most költözik be egy lakásba. Ismerősöd? Régi ismerős. Frank,
Te vagy az én mentőangyalom. Szerintem csak úgy tudhatunk meg valami konkrétumot arról, ami történt, hogy megkörnyékezzük Rachel részeges apját, nem? Lehet. És ki környékezi meg? Nekem Carla jutott eszembe. Mit csinálsz? Hát veli az öregembert. Hát, ha így áll a dolog, akkor azonnal lássunk munkához. Frank? Igazi barát vagy. Ez az Eden Project vázlata. Milyen? Tökéletes. Átnézem. Miért kell átnézned? Minden egyes alkalommal, amikor kidolgozok valamit, neked át kell nézned. Tudod, hogy értek hozzá. Ne legyél ingerült. Minden rendben. Persze, hogy rendben van. Mikor költözöl ki a házból, Max? Miért menjek el? Mondjuk azért, mert látni sem bírlak többé. Hát nekem sem népünnepély együtt lakni veled, mégsem hallasz panaszkodni. Mennyi kell? Mondd az összeget. Nem kérek sokat. Csak mindent. Kezd elegem lenni ebből, mondd már, mennyi? Nehéz kérdés. Ne szórakozz. Nem leszek tekintettel Viktóriára. Nem leszek tekintettel rád, és a botrányra sem. És akkor mi lesz? Börtönbe juttatsz? Nem megyek egyedül. Rachelt 48 óra alatt kihoznám. Hát, ha ez a helyzet, rajta. Ha nem akarsz pénzt tőlem, akkor mit? Rachelt? Sajnálom, de nála labdába se rúghatsz. Jó párszor sikerült már nála labdába rúgnom. Még valami? Tűnj innen. Jól elbeszélgettünk. Apa! Hol van apa? Lement a partra. Te mit csinálsz itt? Semmit. Márni, mi a baj? Mi történt? Én megöltem egy embert. Viccesz? Mit mondtál? Tudod, mit mondtál? Igen. Tegnap éjjel megöltem valakit, mert túlságosan sokat ittunk. Hazafelé én vezettem, és egyszer csak kilépett elém. Kivel voltál? Nem Clarkkal mentél el? Nem. Louis-szal. Louis-szal? Mit csináltál te Louis-szal? Nekem azt mondtad, hogy Clarkkal mész. De itt a világon senki nem törődik velem, és én magányos vagyok. Mindenki csak átnéz rajtam, és végül is Louis elhívott szórakozni, én meg elmentem vele. Legalább nekem szólhattál volna. Miért nem mondtad meg nekem, Marnie? Miért te vezettél, mondd? Nem tudom, miért én vezettem. Mi a fenének kellett vezetned? Nincs is benne gyakorlatod. Van elég bajom, nem? Marnie, ne rohanj el! Marnie, várj! Marnie, állj meg! Kérlek! Hagyd békén! De Max azt mondta... Tudom. Megölt valakit, elgázolta. Most, hogy tudom, hogy mi történt, vagy azt teszed, amit mondok, vagy mindennek vége. Hogy értsem azt, Max, hogy mindennek vége? Úgy, hogy nincs tovább. A húgod részegen elgázolt valakit. Még csak ki sem szállt, hogy segítsen. Meg sem nézte, hogy tehet-e valamit. Honnan tudsz te erről? Louis mesélte el? Nem. Van egy tanú. Látta valaki a balesetet. De lefizettem, hogy ne beszéljen. Viszont ha akarom, elmond mindent. Szerinted Tony mit szólna hozzá? Hogy hihetne egy nőnek, akinek az apja leissza magát egy rossz hírű mulatóban és verekszik is? A húga meg részegen vezet és halálra gázol valakit.
Apád dolgát még elsimította. De nem örült neki. Ezt nem simítja el. Mit akarsz tőlem? Nem kérek tőled túl nagy dolgot. Mit akarsz? Egy éjszakát veled. Nem. Nem, szó sincs róla. Mindent elmondok Toninak. Jól van. Mondd el. A te dolgod. A húgod imádni fogja a mexikói börtönöket. És az apád is. Az öreg lopott holmikkal üzletel, és én ezt bizonyítani is tudom, ne felejtsd el. Szerinted Tony egy olyan nőtől akar majd gyereket, akinek ilyen családi háttere van, ugyan már? Miért? Miért vagy velem ilyen szívtelen, Max? Miért akarod teljesen tönkretenni az életem? Azért, mert megcsaltál Rachel. Én elengedtelek volna, akármelyik férfival elengedtelek volna, de Tonyval nem. Azt soha. Mit tehetnék, Max, ha egyszer beleszerettem? Jó van. Felőlem lehetsz szerelmes, de meg kell fizetned az árát. Azt nem mondhatod, hogy túl sokat kérek. És nagyon diszkrét leszek. Senki sem tudja meg. Persze. Ha megtörténne, rohannál Tonyhoz, hogy elmeséld neki. Nem őrültem meg. Biztos, hogy bosszút állna érte. Én beérném azzal a tudattal, hogy megkaptalak. Nos? Mikor szeretkezünk? Mindent elmondok Tonynak. Jó van. Te döntesz. Én megértelek. Komolyan. De azért még várok egy pár napot, mielőtt kipakolok. Hát, ha addig megjön az eszed. Tudod, hol találsz meg? Nem fogom megtenni. Tudtam, hogy jössz. Én akartam, de aztán közbe jött valami, igaz, Alex? Elmesélheted, hogy mi, ha akarod. No. Oh. Szia, gyere csak. Hol voltál? Én csak apánál voltam. Próbál lazítani. Ez itt Andrew Murphy. Szia, nagyon örülök. Szia. Alexandra Jennings. Szervusz. Ő pedig a feleségem. Rachel. A feleséged? Megnősültél, és nem is értesítettél róla? Rachel, remélem boldoggá teszi a barátomat. Én is remélem. Jó ízlésed van. Alexandra? Szervusz. Szólíts Alexnek, a barátaim így hívnak. Igen. Ülj le, gyere. Rendben. Mondd csak, Rachel, hogy vetted rá Tonyt a házasságra? Sokan próbálkoztak, de nem sikerült nekik. Te sem hagyod magad. Nem a városban laktál, ugye? Partikon biztos találkoztunk volna. Rachel San Franciscóban élt. Ó, San Francisco, szeretem azt a várost. Sokat jártam ott. Mióta vagytok házasok? Pár hónapja. Pár hónapja? És nem is szóltál róla. Köszönjük, James. Kérem, asszonyám. Köszönöm. Tegye csak le. Igenis, uram. Köszönjük, James. Hogyan a családod, Alex? Oh, jól, köszönöm. Miami-ban vakációztál? Hát... Ott hagyta a családját. Hogy ott hagyta a családját? Szerelmes lett. Egy pilótába. Egy pilótába? Igen, egy pilótába. Mivel a szülei egyáltalán nem örültek neki, így hozzám fordult a legjobb barátjához, hogy segítsek neki, győzzem meg a szüleit. Ó, ez komoly? Ó, igazán rendes ember. Ne haragudj, de én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Flugos. Ezen kívül pedig pontosan még... tudom, mit akarsz mondani. Olyan, mint a többi férfi. De egyszer minden zsák megtalálja a foltját. Nem igaz, Tony? Ezt a kérdést Andrewnak kell feltenned, ő a téma szakértője. Hé, álljunk meg egy szóra. Ha jól emlékszem, te ezen a téren engem mindig megelőztél. Andrew, ne. Nevet komolyan, csak játszunk. Szia, Max! Andrew! Mi újság, örülök, hogy látlak. Hogy vagy? Köszönöm jól. Mikor jöttél? Nem régen. Alex is velem van. Szia, Max. Hogy vagy? Alex. Még egyet. Köszönöm. Akartok zuhanyozni és átöltözni? Igen, Victoria. Köszönöm. Gyertek vele. Viszlát. Sziasztok. Viszlát, vigyázz magadra. Hello, Max. Szia.
Szervusz, Max. Szeretnék most visszamenni a szobámba. Nyugodj már meg. Andrewtól nem kell tartanod. Nagyon kedves fiú és a legjobb barátom. Elmondod neki? Nem szükséges tudnia. Mi a baj? Max, ugye? Nem. Nem? Nem. Rachel. Ne foglalkozz azzal, ami történt. A feleségem vagy, és erősnek kell lenned. Tanuld meg kezelni a Max-féle embereket. Büszke akarok lenni rád. Mi történt? Mi bajod van? Meg vagyok rémülve. Senki sem tudja meg. Azonnal beszélek Viktóriával és Max-el, hogy ne szóljanak egy szót sem. Nincs mit. Öltözz át a vacsorához. Előtte iszunk egy koktélt. Szólj édesapádnak és Marninak is. Rendben. Menj. Szia. Victoria, kérlek ne szólj Andrewéknak arról, hogy mi folyik ebben a házban, jó? Természetesen nem szólok. És kérd meg rá Max-et is. Jobb lenne, ha Mr. Svensson nem vacsorázna velünk. Miért? Azért, mert túlságosan sokat iszik, és nem tud megfelelően viselkedni. Ráadásul rémes, ahogy kinéz. Tudom, hogy szegény, és túl sokat iszik. De ha megkérjük rá, hogy fogja vissza magát, nem lesz vele probléma. Nem bízom benne. Ne aggódj. Louise mondta neki? Max azt mondta, látta valaki. Esküszöm, Rachel, hogy baleset történt. Az az ember csak úgy, egyszer csak ott volt előttem. Én nem is értem, hogy hogyan. Én nem tudom, hogy került oda. Mit akar tenni Max? Fel fog jelenteni? Elmondta Toninak? Nem. Mondd csak nem. Nem segítenél? Azt mondhatnád, hogy egész éjszaka veled, hogy veled voltam, és nem élvezett. Miért velem történik mindez? Rémes, először apa, most meg te, Marni. Tony már éppen kezdett bízni bennem. Tudod, azt mondta, nem vagyok rosszabb másoknál. És nem kell szégyenkeznie miattam a barátai előtt. Milyen barátok? Itt vannak a barátai Miami-ból. Azt akartam, hogy büszke lehessen rám. Hát tényleg nagyon büszke lesz rám, hogyha megtudja, hogy a húgom részegen vezetett és halálra gázolt valakit. Arról nem is beszélve, hogy ott hagytad az útszélen, mint egy kutyát. Figyelj! Most inkább menj és hozd rendbe magad, meg öltözz át. Szólj apának a vacsoráról. És mondd meg neki, hogy nem ihat mást, csak vizet. Rachel, mi lesz? Most mit csinálunk? Nem tudom, majd kitalálok valamit. Mr. Svensson, bejöhetek? Persze.
Ez az ön háza. Hogy van? Én remekül, köszönöm. Nem akar helyet foglalni? Nem, köszönöm, csak beugrottam szólni, hogy látogatóink vannak, és szeretnénk, ha velünk vacsorázna, és megismerni őket. Nagyon szívesen, köszönöm, asszonyom. Mr. Svensson, nagyon kérem, ne vegye zokon, de... Igen? Szólok Jamesnek, hogy hozzon önnek egy öltönyt és nyakkendőt. Ó, értem. De akkor én megvacsorázom itt. Nem. Tony, szeretné, ha ön is velünk vacsorázna. Elvégre ön az apósa, uram. Csak azt kérem... Mit kérne rajta? Kivel? Mondja csak. Mr. Svensson, feltűnt nekem, hogy ön szívesen is gyakran néz a pohár fenekére. Kérem, ma este ne tegye. A vendégeink miatt nem akarnám kellemetlen helyzetbe hozni. Megígérem, hogy egyetlen pohár alkohol sem iszom. Nem szeretném, ha rosszul érezném. Nem. Megígérem. Nem iszom. Akkor... Azonnal küldöm James-t. Viszontlátásra. Mit meg nem teszek a lányaimért? Vizet iszom. Max, van egy percet? Persze. Miért vágsz ilyen képet? Rachel mondta, hogy tudod, mi történt tegnap éjszaka. Így van, tudom. De nem kell félned, én hallgatni fogok. Nem mondod el senkinek? Nem mondom el. Mit mondott még Rachel? Azt mondta, volt egy szemtanúja a balesetnek, és te lefizetted, hogy ne beszéljen. Igen, így van. Rachel elmondja Tonynak? Nem hiszem, hogy elmondja. Azt mondta, hogy majd kitalál valamit. Ő nem szeretné, ha kiderülne a dolog, de azt nem mondta, hogy mit csinál. Max, én azért jöttem, hogy megkérjelek, hogy ne mondd el senkinek. Nincs mitől félned. Lakat van a számon. Köszönöm, hálás vagyok érte. Ez a marcon a külső, arany szívet takar. Csendes a sógornő. Nem ismered őt. Miért? Nem kedveled? Hidd el, nem én vagyok az egyetlen. De miért? Majd holnap elmondom. Max megígérte, hogy nem fogja elmondani senkinek. Márni, fogd be a szád! Esetleg még egy pohár italt, hogyha megkínálhatlak. Pide? Mi van? Magának hoztam. Ó, köszönöm. Köszönöm, nem. Úgy értem, nem. Ezt az egyet. Nem, köszönöm, még egyet sem. Há? Tényleg X-tapában építesz szállodát? Tony nem említette? Nem beszélünk üzleti dolgokról. Ebben nem vagyok partner. Egyelőre nem, Clark. És attól tartok, hogy már nem is leszek. Én most... megyek lefeküdni. De először szeretném megköszönni, asszonyom, hogy részt vehettem életem legjobb és legérdekesebb partiján. Köszönöm. Köszönöm. Micsoda illata van. Apa, elkísérlek, jó?
Kísér. Jó ét, hölgyek. Jó éjszakát. Jó ét, Mr. Svensson. Jó ét. Elkísérem apát. Menj csak, persze. Pocsék este volt. A feleséged nagyon szép, és a testvére is csinos. Kicsit csendes, de helyes. Igen, a középosztályból származnak. Nem könnyű beilleszkedniük a mi világunkba. Mivel foglalkozik Mr. Svensson? Állami alkalmazott. Ó, hamupipőke megtalálta a herceget. Gratulálok, Tony. Csodálatos nő lehet, ha elvetted feleségül. Igen, az. Hol van Max? Nemrég ment el.